Drága Evgenyi, írok önnek. Nem tehetek mást. Én már hatalmában áll, hogy megbüntesse tolakodó szívem. De ha van önben egy cseppnyi szánalom, nem fordul el tőlem a boldogtalantól. Szeretem önt. És ezt el is kell mondanom másként a szívem. A szívem, mely a magáé. Biztosan megszakad. Nem fettem volna fel szégyenem, ha láthatnám akár csak hetente. Ha válthatnánk néhány szót, hogy aztán éjjel-nappal azokra gondoljak, míg újra látom. De azt mondják ön emberkerülő, s hogy unja a vidéket. Igaz ez? Valóban untatja a vidék? Nem is tudom, miért jött el hozzánk. Miért? Meg se ismertem volna önt, ezt a kint és lázat. Egész életem utazás volt kettőnk találkozása felé. Első pillantásra felismertem, tudtam, hogy őre vártam. Azt mondtam magamban, ő az, végre eljött. Segítsen rajtam, oszlassa el kétségeimet. Lehet, hogy ez az egész üres képzelgés, múló délibáb, és egészen más sors vár rám. Gondolja el, itt vagyok magamban, félig tébolyultan. Hát sem merem olvasni ezt. Titkolt vágyam tárgya. Tudom, hogy bízhatom önben. Mégis elgyengít a félelem és a szégyen. Tatjana. Szinte látom a megvetés tüzét, mely büszke szemében ég majd, ha bánatomról olvasott. Mikor megismertem, gyengétsége csillagfényként rám ragyogott, de én nem mertem hinni benne. Lenszky halála aztán még messzebb sodort magától. Kitéptem szívemből mindent, mit szerettem, és gyökértelenül, elidegenülten úgy hittem, a szabadság s a béke megteszi a boldogság helyett. Istenem, mekkorát tévedtem. Meg is bűnhődtem érte. Nem. Nap mint nap magával lenni, követni mindenhová, nézni, látni minden mosolyát, szeme minden villanását, elmerülni lelke tökélyében, a hangját hallani, emésztődni a vágy tüzében. Ez a boldogság. Ebben nem lehet részem. Az időm lassan lejár. Kincset ér minden nap és óra, és én mégiscsak vánszorgok unottan. Sivár minden napom, mikor nem tudom, felébredve már, hogy aznap láthatom magát. Ha tudná, milyen heves a láng, amely bennem lobog, és melyet megpróbálok eszemmel oltani. De feladom, érzelmeim ellen tovább harcolni nem bírok. Beletörődtem, a hatalmában vagyok. Ki írt, kedvesem? A kuzenod.